Üdvözlöm nézőinket! A Globo magazin vasárnap friss adással jelentkezik. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit a megyéből. Már a két hatalmas színes szalagokkal feldíszített fa is hívogatta a mezőzomboriakat május 1-én a 6. majálisra. Mezőzombor község önkormányzata rengeteg színes programmal készült, amely nem csak a gyerekeket, de a felnőtteket is mágnesként vonzotta a békekertbe. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2015-ben Dunaharaszti után Szerencsén is elindította 3 éves gyereprogramját, amelyre elsősorban a gyerekek elhízásának csökkentésére hoztak létre a szakemberek. A projekt keretében ez alkalommal április 26-án Péres Alexandra fitness világbajnok látogatott el a Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjaihoz, akiket egy kis tornával mozgatott meg a küzdőtéren. A Bocska István Katolikus Gimnázium sikeresen pályázott arra az Erasmus programra, amelynek címe Tolerancia és egymás megértésének fejlesztése Európában. Ennek keretében a gimnázium diákjai márciusban 5 napot töltöttek Portugáliában, április 22-én pedig román, török és portugál tanulók érkeztek Szerencsre. Várjuk Önöket Borsod-Abolcs-Zemplén megye friss híreivel, érdekes riportjaival vasárnap 16 órától. Nézzék adásunkat online honlapunkon a globotv.hu címen. Viszontlátásra!